felcsúti focizás lesz itt ma délben, de hát tudjátok, mindig kell egy kis előjáték, hogy jól bemelegedjen a dolog, hadd lássák, hogy haladunk oda. Most itt néhányan találkoztunk Budaörsön a rendőrséggel szemben, ott a rendőrség, az OTP-nél, és hát természetesen már akcióba is lendültek a néhányan, a csal felirat megy ki. Ez egy olyan szombat, amikor nyitva van az OTP, de most nincs rá időnk, tehát hogy bemenjünk, úgyhogy most nem bent nyilvánítunk vélemény, hanem majd, amikor jövünk birtokvédelmi vagy egyéb tárgyalásra, majd akkor. Vagy hogyha egyébként sárga járást csinálunk Budaörsön valamelyik birtokvédelmi tárgyalás helyett. És ami nagyon fontos, hogy a mai napnak az az üzenete, hogy nem egy nagy térre ki kell menni, bambán bámulni egy vagy két szónokot, aki aztán majd azt mondja, hogy menjél haza, hanem olyat kell tenni, ami nem tetszik a hatalomnak. Úgyhogy azt javaslom, a kedves nézők, úgy tudtok most segíteni, hogy akár a mai focizás esemény oldalát, akár ezeket a videókat a mai nagy tüntetés esemény oldalára sorozatosan kiteszitek egész nap, mert ugye tudjátok, ma lesz jó néhány esemény, és mindenkit arra hívtok fel, hogy ne menjenek haza. Most mi úgy vagyunk sárga pólósok, hogy elég sok mindent csináltunk az elmúlt időben, egy kicsit megvárjuk, hogy mi lesz ezeknek a tüntetéseknek a vége, és majd ha még hétfőn is ott lesznek kint az emberek az utcán, na akkor érdemes beszállni, én azt gondolom. Amikor hétfőn nem dolgozni mennek az emberek, hanem a Kossuth térre. Amikor az iskolákra kiírják a tanárok, akik ugye nagyon elégedetlenek a mostani kormánnyal, hogyha szeretnék a szülők, hogy vigyázzanak a gyerekre, akkor hozzák ki a Kossuth térre. Hát nem? Sokkal egyszerűbb, el lesznek ott a gyerekek, vagy akár bármelyik városnak a főterére. Tehát a tanárok egyszerűen azt mondják, hogy amíg ez az oktatási rendszer van, és a követelésünk nem teljesít, akik nem tanítunk. Az orvos nyugodtan írja ki, ha valaki gyógyulni akar, akkor jöjjön ki a Kossuth térre. Gondoljátok el, hogy mekkora tábori kórházat lehetne ott felállítani. Lehet, hogy jobb minőség lenne, mint a Dél-Tepsi, vagy valamelyik, ahol a patkányok hullanak a mennyezetről, ott legalább nem hullanának a mennyezetről. A buszsofőr ne vezesse a buszt. Hát ilyen egyszerű, nem bonyolultad be ez ennél. Mindenképpen olyat kell csinálni, hogy el kell lehetetleníteni ennek a kormánynak a működését, nem kell velük együttműködni. A rendőrök ne vigyázzák a rendet. Egész egyszerűen mondják meg, tegyék karba a kezüket, és mondják meg, hogy amíg ez a vezetés van, addig nem csinálom meg. A bírók hétfőn reggel maradjanak benne az irodáikba, és ne menjenek ki a tárgyalókba. Egész nap üljenek ott, és mondják azt, hogy én sztrájkolok. Egyrészt a Handónak a baromságai miatt, meg ugye most felröppen, hogy a gazságügyi minisztérium, ráadásul Gulyás Gergellyel az élén, mert ugye a Trócsányit kibasszák, hál' Istennek, tehát Gulyás Gergellyel az élén a gazságügyi minisztérium fogja irányítani a bírókat. Na most gondoljátok el, hogy amikor a Fidesz ellen felléptek, és a bírótól azt várják el, hogy ítéljen el benneteket, akkor nem fogja elítélni, hogyha Gulyás Gergely a főnöke. Hát ne legyenek már illúziót jutók, és a bírók ezt valószínűleg nem akarják, legalábbis a többsége nem akarja, de egyetlen módon tudja megtenni, hogyha nem megy ki a tárgyalóba, és amikor a bírók fele nem megy ki a tárgyalóba, akkor az ügyfelek ott fognak tobzódni a gazságügyi minisztérium előtt, hogy normális legyen már az igazságszolgáltatás, az ügyünket nem tudják a bírák elintézni. És akkor lehet igazán független az igazságszolgáltatás, hogyha a bírák kezükbe veszik az irányítást, és nem hagyják, hogy az aktuális kormány vezesse a bíróságot. Hát mekkora fasság ez? És ugye nem lesz sokkal rosszabb, mert azért most is az aktuális kormány vezeti, hiszen a fideszes EP képviselő felesége a Handó Tünde, az OBH vezetője, tehát azért gondolkodjunk el, hogy ez csak a bevezetője volt annak, hogy teljesen fideszes legyen a bíróság. Úgyhogy mindenkinek azt javasoljuk, hogy igazából cselekedjetek, olyat tegyetek, ami nem tetszik a hatalomnak, és még egyszer, kedves nézők, akik nézitek, van nézőnk, ugye? Igen. Igen, van, mondja Anita, tegyétek azt meg, hogy ezeket a videókat sorba, naponta többször is, és amik ma lesznek, azt mind tegyétek ki a mostani tüntetés esemény oldalára, azzal, hogy nyilván, hogyha maradnak hétfőig az emberek, és még hétfőn sem mennek el dolgozni, akkor érdemes ebbe a dologba beszállni, vagy menjetek fel a Cinege útra, vagy menjetek el a Trócsányi házához, akár csak 10 000 ember abból a valahányból, aki kimegy, gondoljátok-e, milyen jól néznek a Cinege úton 10 000 ember, és oda leültök, és azt mondjátok, hogy addig nem megyünk haza, amíg nem lesz rend. Vagy még mindig elindulhattok felcsútra, hiszen a foci az majd délbe fog kezdődni, addig még van, ugye 9 óra van, még 3 óránk, tehát egész nyugodtan lehet jönni Budapestről, még majdnem gyalog is oda lehet érni felcsútra. Na, én körülbelül ennyit akartam, nyilván még a végrehajtó iroda is kap, de hát, ha másoknak is van mondani valója. Én szerintem elmondtam minden, Laci. Jó,
Egy nagyon jó cselekvés sor lett felvezetve, úgyhogy én azt tudom mondani, tényleg ezt kéne megpróbálni, mert az ilyenfajta polgári engedetlenség az vezethetnék valamiféle győzelemre, de ehhez tényleg ezt kell tenni, mindenkinek fel kell állni, és azt kell mondani, hogy elég innen ne tovább. És ugye voltak politikusok, akik azt mondták ezzel az ügyel kapcsolatban, hogy de elmentünk a fali, és hogyha egyszer elmentünk a fali, olyan nincs, hogy azt a falat le lehet rombolni? Dehogy nem, úgyhogy legyen ez a falrombolás most, és mindenki tegye a dolgát, hajrá! Hajrá! Én meg azt tudom javasolni, ha ma kimentek a Kossuth térre, és esetleg ott egy-két észosztó azt mondja nektek, hogy menjetek haza ekkor meg akkor, én azt mondom, ne haza menjetek, hanem azoknak a házaikhoz, és azokra a helyszínre, akik miatt ide jutott ez az ország, és ott adjatok hangot az elégedetlenségeteknek. Azt meg fogják hallani, higgyétek el, de a Kossuth téren a téglának meg az épületnek kiabáltok, azzal semmit nem fogtok elérni. Nekem van egy ilyen végrehajtások, leállítása a plakát, végezzük. Ezt a végrehajtó irodára itt feltétlen feltesszük, és akkor itt Budaörsön ettől a természetesen egész nap újból és újból be fogunk jelentkezni, és végig erről fogunk beszélni, hogy a polgári engedetlenség, a nemet mondunk a hatalomnak, a nem működünk együtt a kormánnyal, tehát ez lehet a megoldás abban, hogy győzzünk. Vigyázz, itt van egy ilyen nagy... Igen, köszi. Ez lehet a megoldás, és ezt kell csinálni mindenkinek. Ne hagyjátok magatokat, ne működjetek. Még a régi. Még a régi fönt van, nézzétek. Ott van még a szeptemberi. Teljesen nagyon jó néz ki. Komoly. Úgyhogy így indul a mai napunk. Én azt tudom javasolni, a polgári engedetlenségnél jobb fegyver nincs. Előbb-utóbb bedöglik a regnáló hatalom. Mert működésképtelen lesz. És a másik, üzenem az ellenzéki pártoknak, hogyha azt akarják, hogy ne ez a kormányzás legyen, nem kell fölvenni a mandátumokat. Jövő, vagy amikor lesz a választ. Illetve a első parlamenti ülés. Sőt, hazaáruló minden ellenzéki politikus, aki bemegy egy csaló rendszerben megszületett parlamentbe. Tehát egész egyszerűen nem lesz nekik jobb. Tehát gyakorlatilag a kétharmaddal a Fidesz így is úgy is mindent megcsinál. Nem, hát nem tök mindegy. Hát pont ugyanaz történik, mint hogyha ott lennének, vagy nem lennének ott. Csak én gondolom, hogy a lóvé. Hát ezzel szíveni. Legalizálják a Fidesz győzelmét. És legalizáljátok a Fidesz győzelmét, meg ugye a havi 1 milla, az azért nagyon kell. De higgyétek el, nem sokáig kellene kibírni az utcán, szerintem pár hét múlva minimum új választás lenne, ha nem tudná működtetni a Fidesz hatalom az országot. Meg szerintem úgy van az Unióban, hogy olyan törvény van, hogy egy párttal nem lehet kormányozni, mert az már diktatúrának számít. Tehát az még a régi Kádár rendszerben volt, csak egy párt. Így van, akkor is volt ugye választás, hogy ez a szavazás. Megfordítom a kamerát, hogy legyünk benne mindannyian, amikor ha ide jöttök mögénk. Hogy ezzel a képpel itt a végrehajtó irodánál a plakát, mindenki menjen plakátoljon, menjen a házaikhoz, nyilvánítsatok véleményt, és leginkább nem működjetek együtt a hatalommal, és ha az ellenzéki pártok együtt működnek a kormánnyal, akkor ti az ellenzéki pártokkal sem működjetek együtt, mert hogy ők ugyanúgy ellenségeink ebben az esetben. Hajrá, szép napot nektek, nyomjátok!